Sziasztok! A mai videóban a bőrváltókról lesz szó. A bőrváltók eredete nem ismert. Kivéve azt, hogy az Anduin völgyében a zöld erdő és a nagy fő között a késő harmadkorban éltek. Látszólag rendes embereknek néznek ki, de át tudnak változni medvévé. Mindkét faj nyelvét beszélik. Nem nagyon szeretik a törpöket, és keserves ellenségé voltak a koboldoknak és az orkoknak. A legközelebbi rokonaik a rohani emberek. Nem vadásztak sem madarakra, sem vadállatokra. Étkezésük főleg tejszínből és mézből állt. Ezen nép egyetlen ismert vezetője Beorn, későbbi fia Grim Beorn volt. A bőrváltók híresek voltak a mézes kalácsokról, amelyeket valószínűleg a méhgazdaságaikban készítettek, és nyíltan eladtak másoknak. Legalábbis Sauron visszatéréséig, mert akkor már kereskedelmük megállt. Gimli a bőrváltókat a legjobb pékeknek tartotta. Bár nem voltak hajlandók a gyűrűháború idején odaadni a süteményüket az utazóknak. Gandalf szerint a bőrváltók valószínűleg a köthegységből származtak. A harmadik korban őrizték a széltetőtől délre lévő régi gázlót, az orkoktól és a vargoktól, és valamint segítettek egy időben a tündéknek, hogy megvédjék a birodalmukat a zöld erdő északi részén. A gyűrű háborúja alatt, mikor Frodo a gyűrűt Amon-hennél felhúzta, sok dolgot látott, köztük a bőrváltók lángját. Ez arra utal, hogy a Sauron erői támadtak a bőrváltók ellen, de ennek a támadásnak a kimenetele nem ismert. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem tetszett. Na, sziasztok! How? My people were the first to live in the mountains. Before the orcs came down from the north, the defiler killed most of my family. But some he enslaved. Not for work, you understand, but for sport. Caging skin changers and torturing them seemed to amuse him. There are others like you. Once there were many. Now? Now there is only one.